Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damien Dáid vagyok. Megérkezett a 2019. decemberi Threads doboz. A Threads az egy előfizetéses rejtélyes doboz, amit a Zavitól lehet rendelni. Ebben a videómban elmondom, hogy pontosan milyen ez a doboz, kibontom a decemberit, és megmutatom, hogy mi van benne. Tartsatok el! YouTube csatornámon már egy jó fél éve készítek kibontós videókat a Zavitól, a Z-Box dobozokról. A Z-Box az egy havonta megjelenő előfizetéses rejtélyes doboz, mindenféle pólók, meg figurák, meg ez hasonló cuccok szoktak benne lenni. Ugye filmekkel, tévésorozatokkal, könyvekkel, képregényekkel, videójátékokkal kapcsolatban. És a Zavinak van egy másik, a Z-Boxhoz hasonló doboza is, és ez a Threads. A Threads az szintén havi doboz, havonta 10 fontba kerül, viszont elő lehet fizetni 3 havi, fél éves, illetve 1 éves verzióra is. Hogyha 1 évesre fizetünk, akkor persze egybe kell kifizetni az egész évet, viszont akkor már csak 8 fontra jön ki a doboznak az ára havonta, úgyhogy úgy éri meg a legjobban. És a Threads-be összesen 2 dolgot szoktak rakni minden hónapban. Az egyik az egy póló, ami persze bármi lehet, tényleg bármilyen filmmel, tévésorozattal, vagy akár képregénnyel kapcsolatban, videójátékkal kapcsolatban, tényleg bármilyen póló lehet. A másik dolog az pedig egy könyv, vagy egy képregény, de egyébként néztem videókat korábbi Threads dobozokról, és némelyik dobozban egy helyett 2 képregény volt, úgyhogy néha nem csak 2 dolgot tesznek bele, hanem akár 3-at is. És ugye kinek ajánlható a Threads doboz? Nos hát ugye először is angolul tudóknak, hiszen Angliából érkezik a Threads doboz, és hát ugye éppen emiatt minden könyv és képregény angol kiadás, tehát angol nyelvűek. Illetve ugye a pólók szempontjából olyanoknak, akik sokfajta filmet, tévésorozatot, képregényt, meg videójátékot szeretnek, hiszen tényleg mindenféle pólót tehetnek bele, a Batmantől kezdve a Star Warson, meg a Gyűrűk Urán át, a Trónok harcáig, tényleg bármi erről előfordulhat. Úgyhogy igazából ennyi lenne a Threads doboz. Ugye egy póló, meg egy könyv, vagy képregény, vagy akár 2, ugye néha ritkább esetben. És megérkezett a decemberi doboz, úgyhogy én ezt most kivontam, és akkor megnézzük, hogy mi van benne. Ugye rejtélyes dobozról van szó, tehát nem tudni előre, hogy mit küldenek. És akkor nem nézek bele. Először is a póló, mert az van legfelül. És hát nagyon úgy látom, hogy december, ez igazodva, karácsonyi témájú. A póló. Super Mario. Egy Super Mario póló. Hát igen, ez teljesen illik ugye a karácsonyi szezonhoz, az ünnepi időszakhoz. Ugye karácsonyi dizájnban készült Super Mario póló. És hát ugye, mint mondtam, tényleg bármiféle pólót rakhatnak bele. Ez most pont egy Super Mario póló volt. És akkor nézzük, hogy mi a könyv vagy képregény, de úgy érzem, hogy ez egy képregény lesz, mert vékonyabb. És az nem más, mint egy Captain America, vagyis Amerika kapitány képregény. The Trial of Captain America címmel, és hát, ja, hát ez egy jó 100 oldal körül lehet, és ugye mint mondtam angol nyelven. Úgyhogy igen, tényleg bármiféle képregényt rakhatnak bele, ez most pont egy Amerika kapitány képregény volt. Úgyhogy aki szeret olvasni képregényeket, bármilyen képregényt, meg bármilyen könyvet, regényeket, ugye, meg tényleg szeret sokféle filmet, tévésorozatot, videójátékot, stb. Tehát éppenséggel ugye bármilyen pólót szívesen felvesz, annak igazából bőven megéri előfizetni szerintem a Threads dobozra, hiszen 10 fontba kerül havonta, és ugye az Avinál egy póló kerül 10-15 fontba általában, és egy képregény is legalább 10 fontba kerül, úgyhogy
és 20 dollár van ráírva. 22 kanadai dollár, 20 amerikai dollárba kerül eredeti ár szerint. Úgyhogy igen, tehát 20 dollár az ugye majdnem 6000 forint, úgyhogy igazából tényleg csak a póló belekerül már abba a pénzbe, hogyha külön veszük, mint amennyibe a Threads doboz kerül, úgyhogy így együtt meg aztán tényleg pláne megéri. És igen, most ez a két dolog volt benne, tehát üres a doboz. Úgyhogy ez volna a Threads. A decemberi dobozban egy Super Mario póló volt, ami karácsonyi témájú, valamint egy Amerika kapitány képregény. Ha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon. Hogyha szeretnétek valamit kérdezni, vagy hogyha megírnátok a véleményeteket, akkor azt megtehetitek a videó alatt hozzászólásban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!